Csodák Palotája nem most először vállalkozik arra, hogy tematikus kiállításon mindenki számára ismert jelenségek tudományos vonatkozásait mutassa be. 2016-ban például a 4 évszak tavasz-nyár, ősz és tél fizikai, kémiai, biológiai és technológiai kapcsolódásait dolgozták fel. Jelen kiállítás a Tudomány körülvesz elnevezést viseli, amely még inkább a hétköznapi életünk csodáira, a körülöttünk lévő világ tudományos kihívásaira fókuszál. Hát igen, a 20. születésnapunkat úgy ünnepeltük, hogy rögtön megdupláztuk magunkat, úgyhogy két helyszínen működünk 16 májusa óta. Egyértelmű volt számunkra, hogy a változás az, ami állandó, és állandóan meg kell újulni, amellett, hogy természetesen meg kell tartani az értékeket, és konkrétan a játékok nagy részét is, de az időszakos tárlatok elindításával egy állandó újdonságot tudunk mutatni a látogatóinknak. 16 folyamán 4 évszak körül forgott a tárlatok témaköre, és miután a 4 évszak véget ért, körbe ért, tudtuk, hogy a tudomány mindennapos vonatkozásaival érdemes továbbra is foglalkozni, és ennek az eredménye a Tudomány körülvesz tárlatunk. A kiállításon belül 2017-ben januártól augusztusig a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos témakörök bemutatására kerül sor. Ez az A-program vizeink, állatvilágunk és az időjárás változás aktuális kérdései mellett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által képviselt témakörökkel, az élelmiszerpazarlással és erdőtüzekkel is foglalkozik. Alapvetően az élelmiszer hulladék területén, ugye Magyarország egy termelő ország, élelmiszertermeléssel nincsen problémánk, az exportpiacainkra tudunk kiküldeni, értékesíteni élelmiszert, viszont talán a családi asztalnál, a családi hűtőben nem mindig tartunk rendet, vagy nem figyelünk oda, hogy milyen összetételben és mennyiségben vásárolunk. Így a program keretében végzett előtanulmányok során azt látjuk, hogy 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik körülbelül Magyarországon, ennek körülbelül 1/4 a családi háztartásokban, és ennek az 1/3 körüli mennyiség az, amit 1/4 körüli, amit meg lehetne egy tudatos vásárlással előzni, hogyha odafigyelnénk. És azt gondolom, hogy ez aránylag nagy szám, ugye itt a kollégák azt vetették föl, hogy egy kisebb megyénknek az egyévi élelmiszer szükségletét akár meg lehetne spórolni. Természetesen ezek a számok azért is kellenek, hogy a figyelmet arra felhívjuk, hogy igenis lehet takarékoskodni. Pontosabban, ha már takarékoskodunk, azt magunkra is lehet felhasználni, így minőségi élelmiszer alapanyagokból, minőségi élelmiszerből, hazai jó minőségű, biztonságos élelmiszerből érdemes vásárolni, lehet, hogy kevesebb mennyiségben, de hasznosabb lesz a fogyasztó számára. A Tudomány körülvesz című kiállítás augusztus végéig látogatható a Csodák Palotájában.